mint sok gyerek az apját választotta példaképül. Én természetesen ugye az orvosi egyetemre iratkoztam be. A letett szakvizsga után 3 hétre már kint voltam Szekszárd városba, mint házi gyerekorvos körzetbe. Mert rábeszélt, hogy ez egy érdekes, mozgalmas, sokkal emberségesebb, és valahogy, hogy is mondjam, csak tehát intimebb pálya, mint az osztályon dolgozni. És nagyon örültem, hogy így választottam, mert úgy érzem, hogy jól választottam. Tehát én szerettem a munkát. Egyedül szerettem lenni, öntörvényű voltam, ha így mondható, és egészen más érzés volt a gyerekeket megismerni családon belül. Nagyon meg is szerettem ezt a munkát, a gyerekeket is, azt hiszem a gyerekek is megérzik a felnőttbe, hogy ki az, aki őket szereti, és ki az, aki nem. Ugyanúgy a szülők is megérzik, hogy ki az, aki szereti őket, és ki az, aki nem. Tehát én például macskanadrágnak hívtam az újszülötteket, mert úgy néztek ki, mint egy macskanadrág. Ez tudat alatt van tulajdonképpen, mert a nagymamám hívott minket, unokáit macskanadrágnak. Ha én úgy éreztem, hogy nem tudom 100%-osan ellátni a dolgomat, akkor inkább koromnál fogva is, nyugdíjas vagyok, akkor ezt már nem vállalom tovább. Tehát én nem akartam senkit se kockára tenni, én mindenkit 100%-osan akartam ellátni. Hál' Istennek, hogy ez a jó Isten engedte, hogy eddig tartson. És ezért is esett nekem nagyon jól ez a díjazás kitüntetés, meghatódtam. Hihetetlen. Beleborzongok most is.